Nagy szeretettel köszöntöm én is a kedves nézőket a helyszínről. Az OTP Bankliga 31. fordulójából jön hamarosan a Ferencváros-Debrecen mérkőzés. Nagyon-nagyon sok mindent átbeszéltek már Juditék a stúdióban, és valóban egy tét nélküli mérkőzés a bajnokság szempontjából ez a Ferencváros számára. Igazából helyzetesen volt még Ferencváros ellen. Az jó lehet Traorénak, Traoré zicserben, Megyeri! Ez a ragyogó meglátás volt, de valóban nagyon leshatára kapta Traoré a labdát, lehet, hogy azon is túl volt. Minden esetre Megyeri védi a lövését, a mérkőzés legszebb jelenete. Sissé. Sissé lő, óriási védés Megyeritől, de még mindig ott van a labda, és még egyszer Megyeri, és a harmadikra már nem tudja megfogni. Abena góljával vezet a Ferencváros a második félidő elején. Itt van még egyszer, kellett ez, az, hogy ragyogón találta el Sissé, ez bravúra, védi Megyeri, aztán utána az első kísérletet is közelről, a másodikat viszont már ő sem tudja, bebombázza a felső sarokba Abena a labdát. 1-0. És ugye az is kellett ott az elején hozzá, hogy elcsusszon Bárány, és abból a labdából tudott megindulni Katona. Ne Buffani. Nem volt lesen Traoré, középen Varga várja. Traoré 2-0! Az 56. percben gyakorlatilag 7 perc alatt szerez 2 gólt a Ferencváros, és talán el is dönti a mérkőzést. Innen látjuk majd, hogy nem volt lesen Traoré, itt indul meg, ott középen beragad, de talán ott mellette is van egy védő, aki hátrébb helyezkedett, leveszi a labdát egy cselbe felé, és aztán hiába volt ott társ, hiába volt ott Varga Barna középen, nagyon szépen ellövi a hosszú irányába. Ezzel 2-0. Hosszú labda, az még akár jó is lehet, bizony, mert hogy nagyon harcos Traoré, Traoré helyzetben önzetlen, Varga! Kicsit azért most megélénkült a mérkőzés, Vajda, szép cselek, tovább viszi Ramirez mellett, Vajda, Vajda, 2-1! A 64. percben szép itt a Debrecen, és akkor itt fog elcsúszni Ramirez, Vajda pedig beviszi, Sissé nem támadja, és kilövi a hosszút, 2-1! Majd a Botond 5. gólja a szezonban. A 20 esztendős fiatal, 21-es válogatott játékos. Biztos még, lerázza magáról szó szerint az ellenfelét, szép cselek, ez is szép, elesik a 16-oson belül, és 11-eshez jut a Ferencváros. A 67. percben Lisztes gyönyörű egyéni akciója, 11-est ér a Fradinak. 68. perc, Varga, és belövi 3-1. Ugye Lisztes Krisztián szinte könyörgött, hogy hagyd rúgassa ő ezt a 11-es. Ugye mondtam, hogy 19. születésnapja lesz holnap. Nyilván ki is harcolta, de a hierarchia az hierarchia, és Varga Barnabás belőtte. A Buffani, veszélyes kapufa! És még mindig ott van a kipattanó, és közvetlen közelről Abena lövi be a második gólját. Veszélyes volt ez a szabadrugás is Abufanitól. Varga Barna csúsztatja a kapufára. És aztán utána Katona lőtte be középre, és ebbe ért bele nagyon jó ütemben Abena. Már ez a fejes is Varga Barnától gólt érdemelt volna. Hiszen Megyeri esélytelen volt, csak szemmel verte a labdát. Utána viszont ez gyakorlatilag Katona eltörte, de ez így lett gólpassz. És akkor most tömeges cserék. Ráadásul mind a két oldalon, nem csak a Ferencváros cserél hármat, hanem cserél kettőt a Debrecen is. Tubuj elől szerezte meg a labdát Maiga. Benomdán, és aztán egy lövés. Megyeri véd, és lesz belőle szöglet. A
Agator. Eladott labda, Ben Romdán. Varga középen, lekészíti, Abufani lő, kapufa, és onnan bepattan. 5-1. Remek volt megint a labdaszerzés, és aztán utána egy tökéletes befejezés Abufanitól. És nem csak Pászka, hanem Tóth Alex is érkezik a pályára Ferencvárosnál. Lejön Ramirez, és lejön Abufani, akinek ez a gól az utolsó megmozdulása pályán. Tóth. Varga megcsúsztatja, és ez tökéletes így Kodrónak. Kodró mehet. Középen már érkezik Varga. Kodró lövi el, és leért Megyeri. Tóth. Szevikján, szép csel, nagyon finoman. Szevikján még mindig, ő is ellövi. Megyeri!